Üdv mindenkinek, Kálmán Tamás vagyok az Angol Nyelveckék YouTube csatornáról, és ez a videó kimondottan gyerekes családoknak szól majd. Arról fogok beszélni, hogy hogyan tanulj együtt a gyerekkel angolul Disney filmekből. Nos, nemrég kaptam egy levelet Évától, aki azt kérdezte tőlem, hogy hogyan tudna angolul tanulni a kislányával rajzfilmekből. Tehát vannak-e olyan rajzfilmek, amelyek kimondottan arra is jók, hogy a gyermek angolul tanuljon belőle. Nos, elárulom, hogy igen, van ilyen film, ráadásul szerencsére nem is egy. Én azt javaslom neked, hogy nézz a gyerekekkel közösen Disney filmeket. El is mondom, hogy miért. Az első és a legfontosabb szempont a nagyon egyszerű nyelvezet. Tehát ezekben a filmekben, ezekben a rajzfilmekben túlnyomó részt viszonylag egyszerűbb angol kifejezésekkel találkozhatsz majd, amelyek nagyon-nagyon sokszor ismétlődnek a film során. Ezért nagyon könnyű felszedni ezeket az angol szavakat és a kifejezéseket. Szintén pozitívum, hogy ez egy ugye nagyon kedves és szórakoztató rajzfilmekről van szó, tehát többször is megnézhetitek úgy ezeket a filmeket, hogy anélkül, hogy ez bármilyen problémát okozna, tehát nagyon könnyű minél gyorsabban rögzíteni ezeket az angol szavakat és kifejezéseket. A második számú szempont, amiért javaslom őket, azok a fülbemászó dalok. Ugye minden egyes Disney rajzfilmnek van egy fő, vagy akár több fő dala, ami klasszikus, ami jellemző, akár a YouTube-on is elérhető, tehát nem kell letölteni az egész filmet pusztán a dal miatt. Na most ezek a dalok nagyon jó kis gyakorlásul szolgálhatnak, ha mondjuk közösen dúdoljátok, közösen éneklitek ezeket a dalokat a gyerekekkel. És a harmadik számú szempont, hogy együtt tanulhat az egész család. Nos, én amikor felnőttekkel beszélgetek erről a témáról, akkor azt látom, hogy sokan még mindig azt hiszik, hogy ezek a Disney rajzfilmek kimondottan gyerekeknek szólnak, és csak nekik készülnek. Na most elárulom, hogy ez egyáltalán nem igaz. A Disneynél nagyon figyelnek arra, hogy a cselekmény vonalvezetése úgy legyen kidolgozva, hogy lekösse nem csak a gyerekeket, hanem a felnőtteket is. Tehát ezek a rajzfilmek nagyon alkalmasak arra, hogy együtt tudjon tanulni az egész család, miközben ugye nincs kimondva, hogy mi most angolul tanulunk, az egész úgy tűnik, mintha egy nagyon jó közös családi program, egy szórakoztató délutáni kikapcsolódás lenne. És akkor térjünk rá azokra a rajzfilmekre konkrétan, amelyeket kimondottan javaslok arra, hogy együtt tanulj belőlük a gyerekkel. Az első javaslatom a Hófehérke és a Hét Törpe. Ugye volt egyszer egy királylány, Hófehérke, akit a királynő, a mostoha anyja nevelt. Hogy elrejtse a lány szépségét, ócska rongyokat viseltetett vele, és a legalantasabb házi munkákat bízta rá. Egy nap a herceg meghalva Hófehérke énekét bement a palotába, és megpillantva a lány szépségét azonnal szerelmes lett belé. A rendkívül hiú királynő ugye minden nap megkérdezte a varázstükrét, hogy ki a legszebb a világon, és az egyik nap azt a választ kapta, hogy Hófehérke. Ezért megbízta a vadászt, hogy ölje meg a lányt. Nos, nem lövöm le a poént, nem árulom el, hogy mi fog történni a sorozat, a történet a film végén. Tessék megnézni a filmet a gyerekkel. Ezt a mesefilmet én kimondottan a kislányos családoknak javaslom, mert nagyon szép és kellemes a nyelvezete, és megtanítja a házi munkával és a házkörüli teendőkkel kapcsolatos legfontosabb angol szavakat. De, hogy a kisfiús családok se érezzék magukat kirekesztve, ezért nekik is javaslok egy filmet, ez pedig a Pán Péter. Ugye ez egy csintalan, de nagyon bátor fiúról szól, aki tud repülni, soha nem nő fel, és örök gyerekkorát pedig soha országban tölti az elveszett fiúk vezetőjeként. Kalandjai során indiánokkal, tündérekkel és kalózokkal találkozik. Ezt a mesét én inkább a kisfiús családoknak javaslom. A filmben szereplő dialógusok olyan alsó, középhaladó szinten vannak, és nagyon könnyen elsajátíthatóak belőle
a barátokkal, az utazással és a kalandokkal kapcsolatos kifejezések. Nézzünk valamit a legfiatalabb korosztálynak, ez pedig nem más, mint a 101 kiskutya. Ugye mindenki ismeri ezt a kedves történetet, Szörnyelode Frászról, aki elraboltatja a kiskutya kölyköket, hogy a bundájukból szörmét készítessen magának. Ugye a történet nagyon kedves, nagyon aranyos, megismerhetjük belőle a farmon élő állatok angol neveit, ugye ló, kacsa, kutya, stb. A dialógusok pedig igazán rövidek és könnyen elsajátíthatóak. És akkor nézzünk egy Disney klasszikust, egy pontosabban egy sorozatot a kicsit idősebb gyerekekkel rendelkező családoknak, ez pedig nem más, mint a Karib-tenger kalózai sorozat, amiből már 5 film is készült, ugye, amely során Jack Sparrow kapitány kalandjait követhetjük nyomon minden egyes részben valami újdonsággal. Nos, ebből a sorozatból a kimondottan régies angol nyelv ismerhető meg és sajátítható el. Itt is vannak kalandok, látványos trükkök, egész sorozatával találkozhatunk benne. Tehát, hogyha egy kicsit idősebb gyerekekkel rendelkezel, akkor én azt javaslom, hogy nézd meg a Karib-tenger kalózai sorozat valamely részét a gyerekekkel közösen, akár megszervezhetitek, hogy minden héten, minden szombat délután, vagy minden vasárnap délután megnéztek egy részt ebből a filmből. Nos, a videó végén én szeretném megköszönni a figyelmet. Ha érdekel téged ez a téma, vagyis az önálló angol nyelvtanulás, akkor iratkozz fel erre a csatornára. Ha pedig szeretnéd egyszer és mindenkorra megérteni az angol nyelvtant, akkor nézd rá a leírásban arra a tréningre, amit ezzel kapcsolatban készítettem. Ha tetszett ez a videó, kérlek, hogy oszd meg a barátaiddal és ismerőseiddel, hogy ők is tudjanak belőle profitálni. Még egyszer köszönöm a figyelmet, viszlát legközelebb!